rekordszámú beavatkozás, sikeres az Országos Onkológiai Intézet programja. Aktív hegyvidék, további sportprogramok válnak elérhetővé januártól. Időtálló gondolatok, még mindig a könyv az egyik legnépszerűbb ajándék karácsonykor. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Rekordszámú robotasszisztált műtétet végeztek el az Országos Onkológiai Intézetben az ősszel indult mellkassebészeti program részeként. Szeptember óta több mint 125 ilyen jellegű beavatkozásra került sor. Az új módszer minden eddiginél pontosabb beavatkozást tesz lehetővé, ami a daganatos betegek esetében különösen fontos. A robotsebészettel kapcsolatban az emberek egy részének a mesterséges intelligenciához hasonlatos aggája van, ám amint az orvosok elmondják nekik, hogy nem egy robot végzi a műtétet, hanem egy sebész némi orvostechnikai segédlettel, elmúlnak a fenntartások, és amikor a betegek azt is megtudják, hogy a robotsebészeti beavatkozások kevésbé viselik meg a beteg szervezetét, már szinte ők szeretnék az ilyen típusú beavatkozást. Az Országos Onkológiai Intézet Melkasi központjában 2023 őszén indult el az a mellkassebészeti robotprogram, amely rövid idő alatt a kontinens élmezőnyébe repítette az itt dolgozó tímet. A szeptemberi kezdés óta ugyanis ezzel a technikával már 125 műtétet végeztek el daganatos betegeken, így 2023 utolsó negyedévében európai listavezetőnek számít az intézmény a robotasszisztált mellkasi beavatkozás területén. Egy kezdő programhoz képest ez hatalmas teljesítmény. A robotsebészet egy orvostechnikai csúcs teljesítmény, és nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarországon ez elérhető. És a magyar betegekhez hozzá jutnak ez a technikához is. Itt az Országos Onkológiai Intézetben végezzük a tüdőátültetéseket. Ennek kapcsán nagyon komoly műtüdő program van, aminek ugye óriási hasznát láttuk a COVID pandémia alatt. Úgyhogy szerintem a legfőbb üzenete az a laikusoknak, hogy a magyar betegek valóban, magyar betegek hozzájutnak az összes világ élvonalába tartozó technológiához. Akik ezt használják, azok azért gyakorlott sebészek. Itt a technológia fő előnye az a precizitás. Tehát, hogy egész finom mozdulatokat lehet vele végezni. Ugye kamera segítségével végezzük ezeket a műtéteket, és a kamerával olyan helyekre is belátunk, olyan szögből látunk bizonyos elváltozásokat, ami máshogy nem menne. Az Országos Onkológiai Intézet mellkasi központja az ország, sőt Európa egyik legnagyobb mellkassebészeti centruma, ahol évente több mint 1000 daganatos műtétet végeznek, és a beavatkozások hatalmas számából fakadóan itt nagyobb az esély is, hogy több olyan beteget tudnak kiválasztani a robotsebészeti beavatkozásra, akik a legtöbbet profitálhatják ebből a kíméletes eljárásból. A nagy különbség az a műtétben, hogy nem a sebésznek a keze ér a beteghez, hanem a robotnak a pici karjai mozognak ebben az esetben a beteg mellkasán belül, és a sebész egy nagyon fejlett beviteli eszközben ül, és az ő kezének a mozgását viszik át a betegre. Ez több szempontból más, tehát egyrészt a kézremegésből kiszűri a robot, lekicsinyíti a mozgást, tehát hogyha úgy van beállítva, akkor akár egy kinti 10 cm-es mozdulatot bent egy 1 cm-esre le tudja csökkenteni, és ettől nagyon pontossá tud válni az egész sebészet. De az fontos hangsúlyozni, hogy nincsenek önálló mozgásai a robotnak. Tehát minden a sebésztől jön. Tehát ilyen szempontból a robotsebészet nem a legtökéletesebb kifejezés, ugyanis ez nem robotsebészet, hanem tulajdonképpen egy fejlett ilyen telekinetikus eszközzel való operálás. Az Onkológiai Intézet mellkasi központjában a betegeknek 70%-át már most is úgynevezett minimálinvazív, azaz kíméletes sebészeti eljárással kezelik, ám a robotsebészeti eljárással ezt az arányt még jelentősen növelik a tervek szerint. A Margit híd egyik pillérének ütközött egy teherhajó. A baleset kedden reggel történt. Az ukrán teherhajó 5 összekapcsolt uszály tolt délfelé, amikor a budai oldal felőli részen súrolta az egyik pillért. A hajó kormányozható maradt és tovább haladt. Végül a Csepel-sziget környékén kötött ki. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök az ügyben egy 62 éves szerb férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Változik a BKK járatok menetrendje az ünnepek alatt. December 24-én szenteste 15 és 16 óra között indulnak majd az utolsó nappali járatok, utána pedig az éjszakai járatokkal lehet közlekedni. December 25-én és 26-án ünnepnapi, 27-től 29-éig pedig évvégi, illetve iskola szüneti menetrend lesz érvényben.
További lehetőségek segítik a fizikai aktivitás megőrzését a hegyvidéken. A nyugdíjasok számára szombatonként ingyenessé vált az úszás a Városmajori úszodában, januártól pedig még többen élhetnek majd ezzel a kedvezménnyel. Így rajtoltak el a gyerekek a Városmajori úszoda medencéjében a nemrég megrendezett Mikulás kupán. A kerületben azonban nem csak a fiatalabb, de az idősebb generáció tagjai számára is biztosította a rendszeres úszás lehetősége. November 1-e óta például a 65 éven felüliek szombaton a reggel 9 és 13 óra közötti időszakban ismét ingyen használhatják a Városmajori úszodát. A következő évtől pedig még tovább bővül majd a kedvezményezettek köre. Januártól a nagyon népszerű aktív hegyvidék programunk úszás elemét is vissza tudjuk hozni a programba, ez pedig a megszokott idővel ellentétben ugyanúgy szombaton, itt a délutáni idősávban fogunk biztosítani lehetőséget, tehát az aktív hegyvidék úszás programja, tehát az ingyenes úszás a kerületi, bármely kerületi lakos számára, ez januártól szombatonként lesz majd elérhető, délután 1 és 5 óra között. Az ingyenes úszás lehetőségét csak a kerületiek számára biztosítja az önkormányzat, így a jogosultságot a lakcímkártya alapján ellenőrzik. A nyugdíjasok esetében pedig mellé a személyigazolványt is fel kell mutatni. A 65 éven felüliek közül már most jelentős az érdeklődés az ingyenes úszás iránt. Ezt mutatják az első hetek tapasztalatai. A vízben végzett mozgás kevésbé terheli az ízületeket, éppen ezért különösen az idősebbeknél óriási segítséget jelenthet a fizikai aktivitás megőrzésében. A vízben nem csak úszni, hanem sétálni, ott különböző ilyen szinte aquafitness jellegű mozgásformákat is lehet végezni, ami azt jelenti, hogy nem terheli annyira az ízületeket, tehát idősebbek is bátran tudnak jönni és csinálni, de maga a mozgás, az, hogy valaki felkel és akár napi szinten minimum egy 20-30 percet sétál, vagy akár jön, úszik, vagy csak a medencében sétál, nagyon-nagyon sokat jelent az egészsége számára, hiszen erősíti az immunrendszerét, a vázizom rendszerét, és egyébként sokkal jobb közérzetet is ad, és boldogabbak, jobban ellenállóbbak az emberek, az önmaga, az emberi szervezet. Az aktív hegyvidék program részeként egyébként már 10 féle mozgásforma érhető el. Az úszás mellett többek között kímélőtorna, asztali tenisz és futás is szerepel a kínálatban. Januártól pedig azokat is várják, akik szívesen kipróbálnák a tollaslabdát. Az aktív hegyvidék program hetente közel 1500 ember számára biztosítja a sportolás lehetőségét a különböző helyszíneken. A foglalkozások évente több mint 11 000 résztvevővel zajlanak. A programot nemrég a Magyar Olimpiai Bizottság most Fair Play díjjal ismerte el. Több mint 1500 gyorshajtóról készített fotót a második kerületbe telepített új trafibox. A sebességmérőt alig egy hete helyezték üzembe az Árpád-Fejedelem útján. 5 nap alatt már 516 jármű esetében rögzített gyorshajtást. Volt, aki a megengedett 50 km/h helyett több mint 100-zal száguldott. A sofőr 117 000 forint közigazgatási bírságra és 6 büntető pontra számíthat. Vádat emelt az ügyészség az ellen a férfi ellen, aki összesen 3 budapesti zálogházból lopott ékszereket. Az egyik üzlet kirakatát egy kővel dobta be, felkapott egy nyakláncot és egy nyakéket, amivel elmenekült a helyszínről. Egy másik alkalommal pedig felpróbált egy nyakláncot, és amíg az eladó egy pillanatra hátrafordult, elszaladt az ékszerrel. A vádlott a több mint 1,5 millió forint értékben lopott ékszerek egy részét, ezután egy 8. kerületi zálogházba adta be, amelyekért több 100 000 forintot kapott. A kerületi ügyészség a férfit, mint többszörös visszaesőt, üzletszerűen elkövetett lopások büntettével, illetve kísérletével vádolja, és vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Megkezdődhet jövőre a Rácz-Aladár út rekonstrukciója. A fejlesztés több ütemben valósul meg. A Mindszenty József bíboros tér és Ágnes út közötti szakaszon például nem csak az aszfalt burkolatot cserélik ki, de forgalomcsillapító küszöböt és járdát is építenek. A beruházás összesen több mint 1,5 km hosszú részt érint.
Már csaknem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeum Renoir kiállítását. A szeptemberben megnyílt tárlaton a francia impressionizmus nagymesterének csaknem 70 alkotásával találkozhat a közönség. Köztük olyan főművekkel, mint a Hinta, a Vidéki Tánc vagy a Claude Renoir Bohóc jelmezben című alkotások. A kiállításon először látható együtt Renoir fekvőnői akt című alkotásának mindhárom változata. A nagy érdeklődés miatt a tárlat meghosszabbított nyitvatartással várja az érdeklődőket. A karácsony előtti hetekben felpörög a könyvpiac. A különböző kötetek még mindig a legnépszerűbb ajándékok közé tartoznak. A könyvkiadók, illetve terjesztők éves forgalmuk mintegy ötödét ilyenkor bonyolítják. Sokan közülük éppen ezért külön készülnek is erre az időszakra. A kereskedelmi szervezetek szerint az idei karácsonykor az emberek sokkal többet költenek, mint az előző esztendőkben, ami azt jelentheti, hogy a családokban több elkölthető pénz van. Egy a könyvkiadásban ismert szakértő szerint azonban ez az állítás ilyen módon nem állja meg a helyét. Tapasztalatai szerint az emberek nagy része a pénzzel és az idővel is hadilában áll. Eközben a könyvkiadás folyamatosan drágul, vagyis elméletileg kevesebb olvasnivaló fogy a boltok polcairól. Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy éppen a pénzszűke az, ami az embereket könyvvásárlásra ösztönzi, hiszen a hozzátartozóknak, barátoknak nem akarnak drága holmit ajándékozni, helyette vesznek könyvet, amely még megfizethető, ugyanakkor igazi értéket képvisel. A most megjelenő könyvek között olyan egy amerikai író által korszerűsített könyvet is találtunk, amely éppen a karácsonyi szünidő értelmes eltöltését szolgálja. Az a cím, hogy képernyő függő gyerekek, és ez azt a kérdést taglalja, hogy a képernyőtől nem lehet függetleníteni magunkat. Tehát jelen van az életünkben, akármilyen formában, monitor vagy mobiltelefon, tehát igazából az a segítség, hogyha a gyerekeket megtanuljuk az életkorának megfelelő szinten élni vele, meghúzni a határokat, és a gyerek meg a szülő ebben megtanulja a megfelelő kommunikációt is, és van egyébként olyan, amikor a szülő a gyerektől tanul, és ez egy lehetőség arra, hogy ez ne csak konfliktus forrás legyen, hanem valamiféle kapcsolat is épüljön. A kiadónknak nem véletlen az a szlogenje, hogy az egészséges kapcsolatokat szeretnénk elősegíteni, úgyhogy pont ez a képernyőfüggő téma a gyerekek felé erről az oldalról közelít. Azoknak a gyerekeknek, akiket el lehet csábítani a monitorok elől, két új olvasnivaló is alternatívát jelenthet a téli szünet értelmes eltöltésére. Karácsony kapcsán a 6-tól 10 éves korosztálynak Habó Mártától megjelent egy olyan könyv, hogy Karácsony Szeniliában. Ez a Szenili az a hely, ahol elfelejtették, hogy mi is az a karácsony, és a gyerekeket ebben egy csillag segíti. Vagy van egy ifjúsági regénysorozatunk, ez egy kicsit idősebbeknek, 7-től 12 éves korosztálynak szól, a Vadóc címmel, most ez egy terv szerint egy 7 kötetesből eddig 3 kötet van meg, akik szeretik ezt, akár mind a hármat elolvashatják az ünnepek között. A magyar szerzőknél maradva vélhetően senkinek nem kell bemutatni Lackfi Jánost, aki a Sistergős Zsoltárokban modern szóhasználattal és fiatalos stílusban keresi a kapcsolatot Isten és ember között. A tavalyi ünnepi könyvvásárok egyik sikerterméke volt egy különleges kiadvány, egy kártya, amely a párkapcsolatok megbeszéléséhez adott nagyon sok ötletet. Idén újabb kiadvány került a piacra, az Apa Kulcs című kártyacsomag az édesapák és a gyermekek viszonyát igyekszik javítani, vagy egyszerűen a helyére tenni. Híreinket és riportjainkat megtekinthetik a Hegyvidék TV honlapján is. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!